Rita itt született Budapesten, és olyan 20 év körüli másodéves főiskolás volt a kézen, amikor egyszer csak úgy gondolta, hogy szerencsét hozzá. Elmegy New Yorkba. 92-ben elmegy New Yorkba, és azóta nagyon keveset hallottunk róla. Volt egyszer egy kiállítása 98-ban Bartók Galériában. Talán még most is van a Bartók 32 Galérián, de nem tudom, hogy a közösségben van. Akkor a Tatai Rosa vezette azt a helyet, és ott csinált egy kiállítást a Rita, és aztán nagyon hosszú ideig megint semmi. Ő kint ért New Yorkban, egy fantasztikus karriert csinált, amiről mi csak ilyen hírekből, meg kiállítás hirdetésekből, meg hívókból értesültünk. És úgy gondoltuk, hogy nagyon fontos lenne, hogy ez az életmű, ez itt megjelenjen Budapesten, megjelenjen Magyarországon, visszakerüljen abba a kulturális és művészeti közegbe, ahonnan ő elindult, és hogy ez a karrier, amit ő megcsinált, ez itt is megismerhető legyen, látható legyen, és úgy gondoltuk, hogy nagyon fontos lenne, hogy csináljuk egy olyan kiállítást, ahol itt ez testközelből és közelről látható, érzékelhető, megközelíthető. Két évvel ezelőtt kezdtünk el erről a kiállításról beszélgetni, és hát úgy alakult, hogy Pontai Kata akkor kezdett el dolgozni a Ludwigban. Ja, 3 évvel ezelőtt már itt volt, igen. És ő megmutatta a Katának a Rita portfólióját, és kérdeztem tőle, hogy mit szólna hozzá. És azt mondta, hogy ez úgy tűnik, hogy érdekes lehet. És kezdjük el ezzel gondolkodni, és akkor ők elkezdtek ezzel gondolkodni, elkezdtek beszélgetni, Kata ki is jutott New Yorkba, a műtermében találkozott Ritával. Nagyon hosszú előkészítő folyamat eredménye most ez a kiállítás. És ez az egész paralel jutott egy másik történettel, hogy a Ritának egy kiadó, az egyik legjelentősebb képzőművészeti kiadó, a Rizzoli, felajánlotta, hogy egy életmű katalógust csinálnak. Elkezdtek ezen is dolgozni, hogy ez a két történet az együtt futott. Ez az a katalógus, ez az a könyv, amiben itt az egész életművel végignapozható. Ez most jelent meg, hogy ez a műrökben, úgyhogy gyakorlatilag is jelent tekinteni, mint ennek a kiállításnak kísérő kiadványát, de meg ezt szeretnénk kigondolni. Ezt itt végignézhetik, ez is vásárolhatják, és hazavihetnek egy darabot a Rita életművéből, és hát ezt a kiállítást, ezek a kiállításnak az emlékét, ami most itt körülöttünk van, és ami hamarosan megint. És most át is szeretném adni ezt, hogy ott egy Katának, a kiállítás kiadványának, és utána pedig kérem önöket, hogy a Ritával együtt nézzük végig a kiállítást. Valóban én csak pár mondatot mondanék arról, hogy átjössz ez a kiállítás, mert egy nagyon speciális műfaj, kortárs művészettel dolgozni együtt, mert nem nagyon az út, amikor egy történet jön, hogy az ember maga alá, és valószínűleg feladott, és nem arról vissza. Valóban mi másfél
használ minden lehetőséget, neki nem jól reprezentált Európában, aki galériája Európában, az egyik Latini galéria, a Rebecca Kálné galéria, a másik a Gilszik galéria, a Félik Kéti galéria. Amikor nekik a kiállítása volt Európában, én próbáltam elmenni, és valami töltöttünk állapot, és gondolkoztunk közösen, hogy egymással gondolkoztunk, és valóban én is voltam kint nála, és ott volt egy ilyen végső lökésre asztal, amikor kitaláltuk, hogy mi lesz a koncepciója a kiállításnak. Kezdetben fogva itt nem szeretett volna egy retrospektív kiállítást Budapesten, hogy ez egy nagyon fontos mozgalmat valóban visszére hagyja a Budapestet, és először most egy ilyen nagy kiállításra mutatkozik be, és talán a retrospektív kiállításnak az államokban teljesen más helyérzéke van, sokkal inkább egy lezáró összegző típus, mint ami nálunk. Úgyhogy abból mondjuk ki, hogyha nem retrospektív, de mégis egy fontos bemutatkozás, akkor mi lehet ez a struktúra, ami érdekes. És aztán